Átkelt a Szenegál folyó veszélyes révjén a Budapest-Bamako rali mezőnye, amely immár a szavannán robog a végcél Bissau Guinea felé, és ha már Szenegál, halljuk Szabó Gál főszervezőt, a telefonvonalban Villám Géza a gyors jelentéssel. Halló, jó reggelt kívánok, szia Géza! Halló! Jó reggelt, szia, és köszöntöm a tévénézőket. Valóban itt vagyunk Szenegálban, egy csodálatos szavannai táborban ébredtünk föl. Most ébredezik a tábor, itt még reggel 7 óra van. 3 majom kenyérfa árnyékában aludt a mezőny, úgyhogy nagyon romantikus és nagyon szép. De ma is egy nagyon kemény napnak néznek majd elébe a versenyzők. És most egy újabb probléma is felmerült, hiszen az élmezőny megpróbált tegnap időbe beérni, és ezért nem pazaroltak semmi időt, még tankolásra sem, úgyhogy most jöttek rá sokan, hogy lehet, hogy nem lesz elegendő üzemanyaguk, hogy elérjenek a legközelebbi benzinkútig. És aztán most elkezdtek olyan rémhírek is terjedni, hogy általános sztrájk van Szenegálban, úgyhogy a benzinkutakon nincs benzin. Na most egyébként... Úgyhogy minden napra jut valami érdekes. A benzin ott is emelkedik az ára? Vagy olyan olcsó, mint tavaly? Szóval mi a helyzet? Vagy magyarosan emelkedik? Itt a benzinár az leginkább az olajvilágpiaci árát követi, ami azóta nem nagyon változott, a deviza pedig az euróhoz van kötve, úgyhogy nagy változásokat nem észlel senki, inkább mindenki örülne, hogyha lenne üzemanyag. Tehát a benzin az továbbra sem drága. Mennyire drasztikus változás nem történt, mint Magyarországon. Uh-huh. Mennyire vagytok érdekesek a helybélieknek most, hogy egyébként Afrika kupa is van? A helybéliek nagyon örülnek a Budapest-Bamakónak, mindenütt újonnan tapsolnak a gyerekek, a katonák az ellenőrző pontokon tudják, hogy kik vagyunk, átengednek. A határátkelés is Mauritániából Szenegálba sokkal, sokkal gördülékenyebben ment, mint az általában szokott menni, úgyhogy az teljesen rendben van. Egyébként az Afrika kupa az látszik, hiszen hogyha meccs van, akkor mindenki vagy visszabújik a kunyhójába, vagy az emberek a helyi bolt előtt gyülekeznek és nézik a meccset. Milyen egyéni hősi teljesítményeket emelnél eddig ki az idei futamon? Hát én mindenképp Szépvölgyi Ádámot, a magyar kvadost említeném meg, aki nagyon-nagyon hősiesen küzd. Úgy néz ki, hogy egyedül van a kvadosok versenyben, mert az összes többi föladta már, meg kiszállt, meg tönkrement a motorja. De hát fel is borult szegény, igaz? Igen, és az Ádám tegnap előtt borult egy hatalmas nagyot egy vízmosásban, ahol volt még 4 apró gödör, amit nem látott messziről, vagy a porban. Az egyik teljesen felborította a kvadját. Ő nagyon csúnyán összetörte magát. Az orvosi csapat még ma reggel se tudta nekem megmondani, hogy a térdén egy törés van-e, vagy egy zúzódás. Tehát az Ádám járni nem nagyon tud, de azt mondta, hogy ő azért jött, hogy kvadozzon, nem azért, hogy itt egy autóba végülje a futam végét. Tehát annak ellenére, hogy biztosan ő a nyerő, mert első helyen áll, és az összes többi ellenfelét elvesztette, továbbra is kvadozik, hiszen azt mondta, hogy azért jött, hogy kvadon végig csinálja az egész szakaszt Afrikában, és megnyerje a versenyt. Azt mondja, úgyhogy ő küzd tovább. A Trabant és a Kispolt kis hősiesen küzdők, róluk mindenki azt hitte, hogy eltűntek és föladták a versenyt, de mégis megjelentek Mauritániában. És mindenki, aki itt van a táborban, én azt kell, hogy mondjam, hogy hősiesen dolgozik. A mezőnynek már csak egy nagyon, azt lehet mondani, hogy egy harmada van már csak itt a táborban, a másik két harmada vagy feladta, vagy kiszállt, vagy inkább egy kényelmes utat választ Bissauig. De ez majd a végén kiderül, hogy hányan érnek célba. Géza, akkor további jó utat a hősies karavánnak, vigyázzatok magatokra, jó versenyzést, köszönöm, hogy velünk voltál. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!